ahhoz, hogy az életben boldogulni tudjunk, egy általános műveltségre is szert kell tennünk. Közben arra is rájövünk, mik a gyengeségeink, mi az, amit kevesebb kedvel és nagyobb energiabefektetéssel kell tanulnunk, de tanulnunk kell. A rendhagyó találkozón először a diákok mondták el, hogyan készülnek a gimnázium utáni életre, és hogy miért jó bolyaisnak lenni. A felsőoktatási államtitkár személyes élményeivel fűszerezte gondolatait, és arra biztatta a diákokat, tegyenek emelt szintű érettségit, és tanuljanak nyelveket. Megszüntetjük a szégyéket, ezért küzdöttem az egyetemen is, hogy ne az legyen, hogy az állam, vagy valaki elosztja, ki hol tanuljon. A fiatal felnőtt maga választott, hogy akar tanulni, miért. Az államtitkár elmondta, idén a 78 ezer érettségizőből 58 ezeren állami támogatással tanulhatnak a felsőoktatásban. Nem kötik röghöz a fiatalokat, hangsúlyozta. Idén 4200 hallgatónak kínálnak külföldi ösztöndíjat, és mintegy 500 diák kezdte más országban az egyetemet. Nagyon remélem, hogy államtitkár szavai megnyugtatták egy kicsit a gyerekeket, nem, mintha eddig nagy pánik lett volna, hiszen nagyjából 90% a diákjainknak magyar egyetemekre és egy 10%-a megy külföldi egyetemekre, ami államtitkár úr szerint sem egy katasztrofális dolog, hiszen az a jó, ha az ember a világot megismeri, a lényeg, hogy majd jöjjenek haza. Klinkhamer István a gimnázium vezetőivel a gyakorló intézmények jövőjéről is beszélt, mint mondta, ezek fenntartása létérdek és finanszírozásuk is megoldott. Külön rovaton szerepelnek a gyakorlóiskolák fenntartása. Egy intézményhez tartozik, tehát azt felügyeli őket, azt gondoskodik a megfelelő színvonalról abban az iskolában és abban az óvodában is, de a fenntartásban egy külön rovat van, tehát nem a egyetem vagy a főiskola tanszékeitől veszel pénzt. A kormány várhatóan jövő héten tárgyal az új felsőoktatási stratégiáról, amely az egyetemeket és főiskolákat érintő jelentős szerkezeti változásokat is tartalmaz.